A második világháborúban Japán lerohanta és megszállva tartotta Dél-Kelet-Ázsia nagy részét. Az ausztrál partoktól 650 mérföldre az Indonéziához tartozó Ambon szigetén a japán seregek hadifogolytábort állítottak fel. A korabeli dokumentumok szerint 1942. februárjában 1100 ausztrál hadifogoly tartózkodott a táborban. 45. szeptemberében a császári hadsereg kapitulációjakor mindössze 300 foglyot találtak életben a szövetséges seregek. A felszabadítást követően 91 japán tisztet, illetve közlegényt állítottak hadbíróság elé. Brian Brown, Trokán Péter. Véreskü. További magyar hangok. Barbinek Péter, Orosz István, Felföldi László, Perlaki István, Kocsis Marian, Kerekes József, Weil Robert, Kristóf Tibor, Kránic Lajos, Huszár László, Snell Ádám, Vitai András, Cvetkó Sándor. Magyar szöveg Dávid Imre, hangmérnök Kendi Lajos, gyártásvezető Német Piroska, szinkronrendező Szalai Éva. A szinkron az Intercom megbízásából a Studio Service Kft. Műtermében készül. Ez az a hely, uram. Igen, igen. Itt vannak, biztos? Igen. Őrmester, kezdhetik. Parancsára, uram, hozzátok őket! Ás! Nem hallotta, Ikeuchi, ásson! Ásson! Ás! Hozzátok a többieket is, ásót a kezükbe! Mozogjatok! Fogjátok már meg! Mozgás, hadifoglyok, mozgás! Kezd már, ás! Mozogj! Ássatok, patkányivadékok! Fényképezzenek mindent le, uram. Hol a fényképész? Jeme! Jeme! Álljatok meg! Állj le! Max! Örmester! Talbot!
Gyere ide, légy szíves. Gyöngy el innen! Fordítsák meg. Ó, Szűz Mária, ne hagyj el. Te mocskos gyilkos! Nanjaj! Emeljék ki a testet, de vigyázzanak vele. Folytassák! Lássanak! Mozogjatok! Még szemtelen geccis! Kenan, ne csinálj a hülyeséget! Tegye le a fegyverét! Őrmester, a háborúnak vége. Gyerünk, ássanak tovább! Ezzel a sráccal együtt futballoztam. Remek hátvéd volt. Istenem, ez a rohadt háború. Ah, szegény David. Mitchell? Kórházban van. Gurlak közlegény? Hazavezényelték. Tyson közlegény? Szintúgy. Robert Simmons? Simpson? Eltűntél nyilván itt. Simmons, SI-2MONS. Elrepült. Két nappal ezelőtt. Mit csinálunk nélküle? Rendelkezésünkre áll a tanúvallomása. Igen, de a védelem lesöpi az asztalról a tanúvallomásainkat. Azt fogják kérdezni, hol van az embere. Frank, tanúk nélkül roppant dolgunk lesz. Nem fogunk bosszút állni. Szigorú, de igazságos ítéletet hozunk. Kapitány, bemutatom Mr. Sidit a Heraldtól. Uram, a két hívása. Köszönöm, Darrell. Megnyeri? Velünk akar ünnepelni? Hogyne, csak az a kérdés, hogy mit. Bocsásson meg, őrnagy úr, mennem kell. Minden jót. Viszlát, minden jót, Mr. Sidi. Van egy embered a kórházban, Mitchell a neve. Kívánatosnak tartom, hogy megjelenjen a tárgyaláson. A kórház főorvosa kiállította az elbocsátó levelét. Mitchell holnap reggel elrepül a szigetről. Ha akarod, itt tarthatod még pár napig. Nem tehetem meg. Kérem, továbbíts a Tokióba. Egyébként minek neked Mitchell, ha a tárgyalása nem érkezik meg Takahashi? Régen itt lehetne, ha nem levelezgetnéd. Az amerikaiak mindent megtesznek a kiadatása érdekében. Megígérték, hogy megkapod Takahashit, akkor meg is kapod. Addig is kérlek, szorítsd a urkot Ike Uchi nyaka körül. Ő a másodrendű vádlottal. Ha megkapom a két tanúkat, ígérem, az első rendű vádlottam is lógni fog. Bob! A háborúnak vége. Mi ügyvédek vagyunk, nem gyilkosok. Tudom.
Kapitány úr, 4 pilótát nem találok a nyilvántartásban. Fentont, Smith-t, O'Donnellt és Rogerst. A szigeten tűntek el? Valószínű, de miért nem szerepel a nevük a hadifoglyok listáján? Ez egy jó kérdés. Beszélnem kell Mitchell-lel. Kapitány úr, Mr. Matsuga szeretne beszélni önnel. Az meg kicsoda? A japán védőügyvéd. Kapitány úr. Mr. Matsuga, mit óhaj tőlem? Szükségem lenne a segítségére, kapitány úr. Valóban? Nem kaptam tanút, akit szembesíthetnék az önök által megvádolt személyekkel. Ezek a vallomások a védelem számára egyenlőek a nullával. Ezzel én is tisztában vagyok. Kérem, forduljon bizalommal és kérjen a védelem számára is elfogadható tanúkat, Robertson. Már beszéltem az őrnagy úrral, de megítélésem szerint nem számíthatok a segítségére. Ezért gondoltam, hogy önhöz fordulok információért. És rosszul tette, a vádat képviselem. Tudom, de a védenceim azt sem értik, hogy miért tartják fogva őket. Önöknél mások a törvények, kérem, magyarázzam meg nekik, mindaddig ártatlanok, amíg nem bizonyítottuk a bűnösségüket. Igen, éppen ez az, amit nem értenek. Továbbá Japánban a gyanúsítottak csak a tárgyalás napján ismerik meg a védőjüket. Ezért nem bíznak meg bennem. Nagyon sajnálom, de ezzel ellen nem tehetünk semmit, Mr. Matsuga. De amennyiben a védencei elismerik, hogy háborús bűnöket követtek el, ebben az esetben megkönnyítik mindkettőnk dolgát, volt szerencsém. Sajnálom, de nem lehetek védő és vádló egy személyben. Ezt a fehér emberek nem alkalmazzák a gyakorlatban. Most a jó. Hol vannak Takahashi tisztjei? Utána nézett, hogy kiket vezényeltek mellé Tokióba. Már lekértem az anyagot, uram. A táborban volt egy jogot végzett tisztviselő. Simada, az amerikaiak nem hajlandók kiadni. És hol vannak a szájsegédei, híradósai, tiszti szolgák? Leszereltek. Keresse meg őket. Hol? Japánban? Most sem érdekel, ha meg kell mászni a Monteverestet, Jack. Keresse meg őket. Hallottam, hogy mind a 100 vádlottját ugyanabban a barakban helyezték el. Nem gondolja, hogy ezzel hibát követték el? Kérdezem a feparancsnoktól. Jack Corbett, Sidi úr a Heraldtól. Jó napot. Egész Ausztrália maguknak szúszol. Vért akarnak látni. A tárgyilagosan akar tudósítani, Sidi, keresse meg Mr. Matsukát. Matsukát? Hiszen még azt sem tudja, miért adják itt a védenceit. Majd rájön. Viszlát. James Mitchell, tengerészgyalogság. Kapitány úr! Jimmy Mitchell? Cooper vagyok, hall engem? Ön azt vallotta, hogy Takahashi parancsot adott a kivégzések végrehajtására. Hallotta ezt a parancsot? Kapott-e parancsot Ikeuchi a kivégzések végrehajtására? Mikor történt? 43 decemberében, vagy 44-ben? Melyik évben lehetett? Az Isten szerelmére beszél! Minek ide törvény? Miért kell ezeket az állatokat bíróság elé állítani? Őket csak bőbe kell lőni. Önök mit keresnek itt? Elnézést kérünk, de beszélnünk kell Mitchell-lel. Munkámat végzem. Azonnal hagyják el a kórtermet. Rögtön végzünk. Ezekért a betegekért én tartozom felelősséggel, kapitány úr, kérem távozzanak. Én meg szeretném megbüntetni azokat az embereket, akik ezt tették velük. Ez a fiatal ember már nem segíthet önöknek, ő holnap hazarepül. Nem tudják itt tartani? Nem én döntök, és nem is akarok. Kérem, hívjon orvost, szaladjon már a beteg neve Fenton, Fenton! Megkértem önöket, hogy távozzanak. Kérem. Hagyják el a kórtermet! Jó utat, katona! Nyugodj meg, Jimmy, nincs semmi baj. Én vigyázok rá. Fenton! Nem azt mondta, hogy Fenton eltűnt? Az Jimmy Fenton, uram. Ő a tengerészgyalogosoknál szolgál. Uram! Távirata érkezett. Takahashi. Éppen ideje.
Köszi. Elmehet. Hallottam, tegnap a kórházban jártál. A főorvos úr megkért, hogy tartsalak távol a kórháztól. Ezt parancs megértetted? Uraim? Őrnagy úr! Üdvözlöm! Báró Takási, ki ez az, ami? Fogalmam sincs. Milyen volt az út? Rohadt hosszú. Itt jó lesz, kezdjétek meg a kirakodást! Cooper kapitány, ez Beckett őrnagy. Az őrnagy úr az összekötő tiszt a háborús bűnösök perében. Cooper kapitány az ügyészséget képviseli ebben a perben. Őrnagy úr! Gratulálok, kitűnő munkát végzett. Az őrnagy megfigyelőként vesz részt a tárgyaláson. Tényleg? Igen. Minket is érint a tárgyalás kimenetele. Őrnagy úr. Viszlát. Cooper, ön szerint főbe lövik, vagy felakasztják? Erre, őrnagy. Bob, légy szíves. Helyezd magad kényelembe, George. Készítek egy kávét. Piszok hosszú út volt, 15 órát repültünk. Igen, hosszú az út Tokió. Ez van, de ha együtt kezdtük el, fejezzük is be együtt. A Takásit bűnösnek találjuk, egy lépéssel közelebb kerülünk a császárhoz. Ti még nem is tudjátok? Hirohito császár megkapta a mentelmi jogot. Micsodát? Ki az az őrült, aki futni hagyta? Roppant egyszerű a képlet. Nem kell megbüntetni a legyőzötteket, hanem fel kell használni őket. Nem büntetjük meg a japánokat, mert fel akarjuk használni őket. Emlékeztek, hogy megalázták a németeket az első világháború után? Nagy hiba volt. Nagyon nagy. Abban a háborúban nem mi voltunk a győztesek. Miért ne tanulhatnánk az elkövetett hibákból? Ugyanazt a módszert alkalmazzátok, mint őseink Indiában? Pontosan. Az angolok több száz évig uralkodtak a hindukon. Mi ugyanezt tesszük. Japánban. Ti akartok uralkodni? Ezek még az európai kultúrát sem ismerik. A japánok még mindig barbárok, nézd meg, mit tettek. Ha nem alázzuk meg ezt a népet, ezek újra a nyakunkra fognak nőni. Bob, te ügyvéd vagy és nem politikus. Ezzel tisztában vagyok. És mint ügyész mindent el fogok követni, hogy ezek a fanatikus barbárok azt kapják, amit megérdemelnek. Kapitány. A nevem Shinosuke Matsuga. A Tokiói Egyetem jogi karán tanítok. Császárunk, őfelsége, megtisztelt. És én képviselhetem a védelmet az önök ellen felhozott vádak ellen. A háborúnak vége. De önök e pillanatban nehéz helyzetbe kerültek az Amboni hadifogolytáborban történtekért. Biztosíthatom önöket, mindent megteszek, hogy bebizonyítsam, önök ártatlanok. Csak annyit kérek önöktől, hogy az igazat és csak is az igazat mondják el. És esküjükhöz méltóan viselkedjenek. Ezt kérné önöktől ő felsége is, és a császári hadiflotta vezérkara is, bármilyen rangban, illetve beosztásban is legyenek, kötelességük együttműködni a kijelölt bírósággal. Még egyszer meg szeretném kérni önöket, hogy csak is az igazat vallják. Kérem! Éljen őfelsége! Banzai! 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 Oszolj! Szóval maga jogász professzor. Igen. Jogot tanítok. Már több mint 8 éve. Uram, szeretnék beszélni önnel. Nincs mit megbeszélnünk. Gyilkosok! Akasszátok fel! Ha ez a gyilkosok rá! Vagy csak barbárok! Gyilkosok! 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 Gyilkosok!
vissza! Gyilkosok! Vissza! Ide nem jöhetnek be! Húzódjanak vissza! Vissza a kerítés mögé! Nem értik! Kérem, hívja fel Tokiót, hát ha van valami friss információja. Ő megbízik bennük. Ha nem kerítenek elő valaki Takashi törzskorából, végünk van. Csendet! Fejezzék be! Csend legyen! Csendet! Csendet kérünk! Ezennel megnyitom az Amboni Ausztrál Hadbíróság tárgyalását. Hivatkozva az ausztrál haditörvények ide vonatkozó paragrafusaira, illetve a törvénykönyv harmadik szakaszára, a gyanúsítottakat a hadifoglyok ellen elkövetett embertelen bánásmód és különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkossággal vádolom. Bűnösnek érzik magukat? Muzáj. Nem, uram. Muzáj. Nem, uram. Muzáj. 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 Csendet! Csendet kérünk! Csendet! Csendet! Őrmester, távolítsák el az embereket! Zárjátok az ajtókat! Esküdjék meg, hogy a bíróság előtt az igazat csak is az igazat vallja. Tiszti szavamat adom. Takahashi tengernagy. Ön volt a parancsnoka a japán császári flotta Ambani szigetén állomásozó tengerészgyalogos egységének? Igen, de a hadifogolytábort a 20-as számú ezred egyik egysége felügyelte. Ennek az egységnek a parancsnoka Ikeuchi százados volt. Tengernagy úr, tudott ön a lahallai tömegsírokról? Nem tudtam, hogy léteznek tömegsírok. De látta a tömegsírokat? Igen. 300 ausztráliai. A foglyok döntő többségét lefejezték. Ön volt a parancsnok 1942. februárjában, és Ikeuchi százados a helyettese volt. Kiadta ki a parancsot a tömegmészárlásra? Nem tudok semmit a tömegmészárlásról. A holttesteket a szigeten találtuk meg, de nem voltak a hadifogolytáborban. Ezekben a vallomásokban egyetlen egy tanú sem tesz említést arról, hogy mi lett ezekkel az emberekkel. A válasz kézenfekvő. Ön adta ki a parancsot, hogy végezzék ki ezt a 300 hadifoglyot. Illetve nem akadályozta meg. Ön volt a sziget parancsnoka. Ön felelt a beosztottjaiért. Semmit se tudok ezekről a foglyokról. Birtokomban van egy Mitchell nevű katona tanúvallomása. Biztosan emlékszik Mitchell közlegényre, aki az ön házánál dolgozott, mint kertész. Mitchell közlegény beszéli a japán nyelvet. Eskü alatt vallotta, hallotta, amikor ön parancsot adott Ikeuchi századosnak a kivégzések végrehajtására. Ez hazugság! Tiltakozom, bíró úr! Mitchell közlegény nincs a tárgyalóteremben. A tanút nem szembesíthetjük a vádlottal, mert nincs jelen. Mitchell közlegény milyen szinten beszéli a japán nyelvet? Cooper kapitány? Nem tudom. Helyt adok. Tengernagy úr,
Mit tettek az elfogott ausztrál pilótákkal? Ha foglyul ejtettünk ellenséges pilótákat, természetesen a hadifogolytáborba kerültek. Volt-e utasítás az elfogott pilóták kivégzésére? Nem volt kivégzésre vonatkozó parancsom. Természetesen, amennyiben megsértették a genfi konvenciókban lefektetett törvényeket, ebben az esetben kötelességem volt hadbíróság elé állítani a fogjainkat. Be tudja mutatni a bíróságnak ezt a parancsot? Minden iratom, illetve feljegyzés megsemmisült a bombázások alatt. Hogy lehetett a bombázások célpontja az irattára? Mit csinált? Felfestette a tetőre, hogy kérem ide célozzanak? Tiltakozom! A kérdése az ügyhöz tartozik? Igen, az ügyhöz tartozik. A hadbírósági tárgyalásokról, amelyekről ugye nincs feljegyzése. Vissza tudna emlékezni, hogy körülbelül hány személy állt bíróság előtt? Tudomásom szerint egyetlen ausztrál pilótát sem állítottam hadbíróság elé. Elnézést, nővér. Van önnek egy Fenton nevű betege? Igen, Jimmy Fenton. Beszélhetnék vele? Nem hiszem, hogy sikerrel járna, kapitány úr. Azért én megpróbálom. Jimmy Fenton 4 hónapja nem hajlandó beszélni. Mit óhajt tőle? 4 pilótánk zuhant a közelben. Tudom, hogy hihetetlen, amit mondok, de egyikük neve Fenton, Eddie Fenton. Kapitány úr! Mik ezek az emberek? Mind a 4-et Tokióban szedték össze. Oké, fordulj meg. Mehetsz, következő. Oké, fordulj meg. Közlegények. Nekünk Takahashi tisztjei kellenek. Vagy a jogászok. Shimada. Igen, ő igazolhatna Takahashi parancsait. Vegyük elő a századérnokot. Ő is elmondhatja, hova tűntek el a feljegyzések. Ez nem rossz ötlet, Jack. Kapitány úr? Bejöhetek? Tessék. Ezt nézze meg. Szemetek, engedjétek el Eddie-t. Hol van Eddie? Ki írta ezt? Jimmy Fenton. Utána néztem, valóban van egy bátyja, Edward. Pilóta volt. Eddie Fenton. Vegye elő az útvonal térképet. Igenis. Fantasztikus, köszönöm. Sidi, maga mit keres itt? Nézze meg, hol jelentkeztek utoljára. Sidney-t hívom. Robert, hogy azt használhatom a rádiót. Akkor használja az övét. Cape Hillertől északra. 3 fok 32 perc délre, 128 fok 5 perc keletre. Találatot kaptak, utána semmi. Itt voltak. Közel a szigethez. És mikor? 44 júliusában. Jimmy akkor már itt volt. Ezek szerint találkozott a bátyjával. Igen. Keltsétek fel. Igenis. Kérem a fotókat. Mindet. Kösz. Mozog, mozgás! Hozzád beszélek, te szemét! Mozgás! Álljatok sorba! Láttad már ezeket az embereket? Válaszolj, láttad már ezeket az embereket? Ne szórakozz velem, mocskos disznó, válaszolj! Nem. Láttad már ezeket az embereket? Kapitány úr! Ehhez nincs joga! Kapitány, kitől kért engedélyt? Ügyész vagyok, jogomban áll kihallgatni őket. A vádlottaknak jogukban áll kihallgatás alatt a védőügyvédjük jelenlétéhez. Mit óhajt tőlem? Felismerte őket? Nem köteles válaszolni, tengernagy úr.
Sajnálom, uram, de nem segíthetek. Ennyi. Fejezze be, kapitány. Kérem, kövessen az irodámba. Ön is, Mr. Matsuga. Ezek a pilóták itt voltak a szigeten. Kapitány úr, engedje meg, hogy kihallgassam. Vigyék vissza őket. Állj vissza! Ennyi emberek, vissza a barakkokba, gyerünk. Mozgás! Nem hallottátok, mit mondott? Cooper, amennyiben van bizonyítékot, hogy ezek az emberek a szigeten voltak, szívesen végighallgatom. Én nem vagyok itt. Hol vannak a holttestek? Nem tudom, de ha a szigeten voltak, akkor kivégezték őket. Miből gondolod? Nincsenek életben. Nem küldtük haza őket, és nem szerepel a nevük a hadifoglyok listáján sem. Az Istenért! Miért kell neked 4 eltűnt pilóta után kutatni, amikor kaptál egy tömegsírt több mint 300 halottal? Tudom, nincsenek tanúim. Nincs feljegyzés. De 4 pilótám lezuhant 44 júliusában, és az egyikük öccse itt fekszik a kórházban. Bobby, szeretnélek emlékeztetni valamire. Nem hozhatunk elfogult ítéletet. Tisztában vagyok vele, hogy ez nem vérbíróság. Takahashi és Ikeuchi volt ennek a tábornak a vezetője 1942-ben. De Takahashi tagadja, hogy tudott 315 emberünk lemészárlásáról. Takahashit nem ítélhetjük el bizonyítékok hiányában. Megértette, kapitány? Azt hiszem, igen. És parancsba adom, hogy kérjen elnézést az ügyvéd úrtól. Megkövetem, Mr. Matsuga. Köszönöm, uram. Távozhatnak. Arra nem is gondolt, hogy a pilótai esetleg zuhanás közben vesztették életüket, és nem is jártak a szigeten? Nem, ez kizárt. Azok az emberek itt voltak. Jobban van. Igen, nagy úr. Emlékszik, hogy milyen intézkedéseket tett Ambonba érkezésének első napján? Eligazítást tartottam a tisztjeimnek. Közöltem velük, igaz, hogy Japán nem írta alá a Genfi egyezményt, amely a hadifoglyokra vonatkozik, de ettől függetlenül bánjanak emberségesen a hadifoglyokkal. Tehát megparancsolta, hogy a tisztjei tartsák tiszteletben a hadifoglyokra vonatkozó jogokat? Igen. Tiltakozom. A szigeten a japán császári flotta szolgálati szabályzata szerint jártak el. A kérdést visszavonom. Tengernagy úr, hány évig élt Angliában? 4 évig. Én 4 évig hallgattam jogot az Oxfordi Egyetemen. És csak ezek után lépett be a japán császári hadseregbe? Igen. Pontosan. Ön volt az egyetlen japán játékos az Oxfordi golfklubban? Tiltakozom a kérdés ellen. A vádlottat nem a golfjátékban elkövetett szabálytalanságaért hallgatjuk. Csendet! A kérdésre adott válasz egyértelműen bizonyítja, hogy a tengernagyúr igenis tisztában tartotta az európai emberi normákat. A tiltakozását elutasítom. Folytassa. Tengernagyúr, legyen szíves, és mesélj el ezeknek az uraknak, hogy a szigeten tartózkodott-e a kivégzésekkor, és mit tud a tömegsírokról? A kivégzések napján nem tartózkodtam Ambonban. A Fülöp-szigeteken folytattam tárgyalásokat az amerikaiakkal. Ikeuchi százados volt a sziget parancsnoka. Nekem nem volt erről tudomásom. A százados bizonyára elmeséli önöknek, miért végeztette ki azokat az embereket. Azt tudom, hogy több esetben eltemettünk rabokat, akik trópusi betegségben hunytak el, vagy az ellenséges bombázáskor vesztették életüket. A katonáimmal egyetemben a hadifoglyok kivégzését el kell ítélnem, mert ezzel tisztjeim besározták a nevem,
és önök sem vonhatnak olyan események miatt felelősségre, melyeket távol létemben követtek el. Még most sem érti, hogy mit akarták a Hashi. Most a kezeit. Ikeuchi százados volt a parancsnok. A kivégezték a hadifoglyokat. Ikeuchit vonják felelősségre. Nekem még csak jelentést sem tett. Nem volt kivégzés. Nem volt kivégzés. Kommám, a kezemben van a bizonyíték a kivégzésről. És hidd el nekem, mert megteszem, halálra foglak ítéltetni. Takahashi miatt akarsz meghalni? Értsd meg, ember, nem tudsz védekezni. Megtaláltuk a 315 hullát. Nem volt kivégzés. Hát még most sem érted. Gondolkozz, ember. Megvannak a holttestek. És ő azt mondta, nem tud róla. Nem tud a négy pilótánkról, igaz? Kapitány maga nem ismeri a japán embereket. Képes magát feláldozni a parancsnokáért. A japán katona meghal a császárjáért. A japán tengernagyod egy kis patkány, mert ő nem akar meghalni a császárjáért. Ez az ő dolga. Sok hülyét láttam már életemben, de ekkorát még nem. Ezek még az őskorban élnek. Csak azt nem értem, hogy miért kísérte el egy amerikai szövetségesünk Takahashit a perre. Miért nem ítélték el ők? Miért maga a politikához? Köszönöm. Kapitány, ehhez engedélyt kell kérnie. Zárok a szabályokra. Fordíts el a fejét, és akkor nem látta. Én nem a szabályok miatt aggódom. Nézzen rá! Csak megmutatok neki egy pár fényképet. Két perc. Egy perccel sem. Nézze meg ezt az embert. Elismeri? Látja, ki az? Jimmy! Százados, maga adott parancsot a 300 hadifogoly kivégzésére a repülőtéren? Én nem tudok semmilyen kivégzésről. Szeretném bemutatni a bonctani jegyzőkönyvet, amelyet a tömegsírokban talált katonákról állítottak ki. A jegyzőkönyv szerint a halottakat lefejezték, illetve bajonettel szíven szúrták. Tehát százados. Maga vagy Mr. Takahashi adott parancsot a hadifoglyok kivégzésére? Én nem tudok semmilyen kivégzésről. Akkor hogyan halt meg az a 300 ember? Öngyilkosak lettek? Kapitány úr! Látta ön ezeket az embereket? Cooper kapitány, a feltett kérdés szoros összefüggésben van. Láttam őket! Eskü alatt vallja, hogy látta már őket? Maga tegnap este már mutatta ezeket az... Ne szórakozzon, ezek az emberek a szigeten voltak! A táborban voltak! Tiltakozom! Mit csináltam? Kapitány, erre nincs bizonyíték, a kapitány! Hogy lehet az, hogy egyetlen egy ausztrál pilótát sem találtunk Ambon szigetén? Tudunk repülőgépekről, amelyek a közelbe zuhantak le. Mit csináltak ezekkel a pilótákkal? Cooper kapitány! Kíván-e további kérdést feltenni, kapitány? Nem, uram. Mr. Matsuga? Nincs kérdésem, uram. Az ügyészség kéri a tárgyalás elhalasztását 2 heti időtartamra. Milyen indokkal? Kéreltem a japán hadbírósági tárgyalásokról szóló jegyzőkönyveket, amelyeket Ambonban tartottak a kapituláció napjáig. Kinek a tárgyalásáról, kapitány? Eddie Fentonéról. Tiltakozom! Elutasítom. Továbbá kérem beidézni Takahashi tengernagy személyi titkárát, illetve híradósát. Persze, amennyiben megtalálják ezeket a személyeket. Kösz. A hadbíróság 24 órával elnapolja a tárgyalás folytatását. Addig kérem az ügyészség kérésének kivizsgálását.
Anyával ma lent voltunk a Palm Beach-i strandon. Az emeletes busz felső részén ültünk le. Így tisztán láthattuk a város legszebb részeit, de nekem legjobban a kikötő tetszett. A barátnőim azt mondják, hogy már világhírű lett a Sydney-i kikötő a hosszú függő hídjával. Elhiszem, Jimmy, mert valóban csodálatos képet kaphattunk róla. Remélem, te is sokat gondolsz ránk. Jane-nel sokat nevetünk, amikor felidézzük az emlékeinket. Köszönöm, uraim. Cooper kapitány, a szövetséges hadseregek nyomozóhivatala Tokióból jelezte, hogy képtelen a kért anyagot az ön által megjelölt időre Ambonba eljutatni. Az ügyész úr által kért személyeket sem sikerült, illetve remény sincs a felkutatásukra az iroda szerint. Ezzel indokok alapján a tárgyalás elhalasztására vonatkozó kérelmét elutasítom. Kíván-e az ügyész úr további tanúkat megidézni Takahashi tengernagy perében? Kire gondolt, őrnagy úr? Mr. Matsuga? A védelem nem él a jogával. A bíróság folytatja a tárgyalást. Takahashi tengernagy egy rendkívüli, nagy tudású ember. Diplomáját az egyik legelőkelőbb angliai egyetemen szerezte. A következőt. A zsebeidet. Viheted? Gyerünk. Ha gyerünk. Támaszkodj a falhoz. Tartsd meg. Ne mozogj! Fordulj el balra! Az Emboni hadifogoly táborban elkövetett brutalitásokról már korábban tudtunk az ausztrál hadifoglyok eskü alatt tett vallomásaiból. A vallomásokat alátámasztotta a tömegsírok feltárása a Lahai reptéren. Továbbá az a tény, hogy egyetlen ausztrál pilótát sem találtunk a hadifogoly táborban. E napig. Kérdem én, ki vonható felelősségre? A védelem szerint Ikeuchi százados követte el ezeket a bűnöket. Ám nem tesz említést Takahashi tengernagy felelősségéről, aki a sziget parancsnoka volt a kivégzések alatt. Nem állítja senki, hogy a tengernagy adott parancsot a hadifoglyok kivégzésére. Ellenben ő volt az egyetlen, aki megakadályozhatta volna a kivégzéseket. Ez az ember, akinek minden megadatott, egyetemet végze, a japán uralkodó osztály megbecsült tagja. Ez az úri ember. Ő volt a parancsnoka annak a tábornak, ahol 315 hullát találtunk. Az ügyészség kéri a halálbüntetés kiszabását Takahashi tengernagy háborús büntetteiért. Ma délután tengernagy váró Takahashit letűzem? Kösz. Aki ellen tömeggyilkosságban való részvétel, valamint egyéb háborús bűnök elkövetésért emeltek vádat,
amelyeket Ambon szigetén követtek el, 700 mérföldre Ausztrália partjaitól északra. A bíróság felmentette. Egyben Takahashi. Tudom, hogy bűnös. Szerintem fel kellett menteni. Ezt komolyan mondod? Tessék. Uram. Miért nem segítettek nekünk Tokióban? Ebben állapodtatok meg. Megkapjuk Takahashit, de ne ítéljük el. Tisztában vagyok vele, hogy nem tudod megemészteni az ítéletet, de ezt az ügyet lezártuk. Nem, még nincs vége. Még hozhatnak halálos ítéletet. Ikkeuchi még hátra van. Őt is felmentik. Van 300 halottunk, de nincs tanunk. Miért nem tudtál addig várni, amíg megtalálom a 4 pilótát? Mert nem találtad meg őket. Mert nem is léteznek. Bob, ha igazságot akar szolgáltatni, ám legyen. Ítéltest halálra Ikeuchit. Minden vallomásban szerepel a neve. Ő lesz a te embered. A katonáink megnyugszanak, a szövetségesek is boldogok lesznek, mindenkit kielégíthetsz, te is learathatod a babérokat! Kit érdekelnek a babérjaid? Azt hittem, hogy megtiszteltetésnek veszed ezt a feladatot. Nemzeti hős lehetsz. És te egy piti felmentő ítélet miatt keseredsz el. Mi bajod van? Kirakadt belőtt. Így van? Azt hittem a barátom. Kapitány úr, megvan. A híradós tiszt. Önre várunk, hogy kihallgathassuk. Talán ő bizonyítja a teóriámat. Tanaka hadnagy, ön múlt Takahashi báró híradós tisztje? Válaszoljon a kérdésre, hadnagy! Igen, én voltam az egyik. Küldötte ön, illetve kapott-e üzenetet a hadifoglyok hadbíróság elé állításával kapcsolatosan? Valószínű. Igen, adhattam le. Kötelességük volt jelenteni Tokió felé a hadbíróság ítéletét? Nem tudom. Ha leadtam ilyen üzenetet, azt parancsra tettem. Fogott-e valaha is rádiójeleket ellenséges repülőgépekről? Igen, hiszen felettünk egy légi csatorna van. Vissza tud emlékezni a háború azon napjára? 1944. július 24-ére. Azon a napon eltűnt egy repülőgépünk a légi folyosóban. Nem. Gondolkozzon. 1944. július 24-én nem intéztek támadást a szigeten. Ez az egyetlen gép végzett felderítést. Kapitány úr, nem lehet könnyű egyetlen repülőgépre visszaemlékezni. Hadnagy, válaszoljon a kérdésemre. Annyi minden történt velem azóta. A háború utolsó napján Nagasakiban tartózkodtam. A hadnagy elvesztette szüleit és 3 testvérét az atombomba támadáskor. Értem. Ez nem jött össze. Csak nincs szándékában bíróság elé állítani Tanaka hadnagyot is. Még várunk vele. Szeretném megjegyezni, hogy Tanaka hadnagy önként jelentkezett a szövetséges hadtestnél. Önként tett vallomást. Kérem, uram, engedélyezze a hadnagy hazatérését. Jó, menjen. Egy pillanat. Marad. Számítok a hadnagy tanúvallomására az Ikeuchi perben. Ez minden, Mr. Matsuga. Fegyvert várra! Jimmy, mi a baj? Ez Ödi? Felismerted? Keresztény.
Tudod, mit kell vallanod? Cooper nem tud semmit. A sötétben tapogatózik. Senki sem tud semmit. Te is tartsd a szádat. Igaza van, tartsd a szádat. Mi a fenének jelentkeztél nálunk? Senki sem tudott rólad. Ha nem jössz ide, nem keresünk. Nem menekülhetek, mint egy állat. Úgy is megtaláltak volna. Ismerték a nevemet. Ha bűnhődnöm kell, hát bűnhődjek. Tőlem ne félj. Ne félj. Jim, mit keresel te? Eddie! Tudom, hol van. Nem erre! Forduljunk le! Van időnk, Jimmy. Menjünk. Tudja, hogy hová megy? Jöjjön. Gyerünk, mozogj, te dagad disznó! Itt vannak. Biztos benne. Ásson. A genfi egyezmény szerint egy tisztnek nem kell dolgoznia. A Cooper egyezmény szerint Ike Uchi dolgozik. Ha nem, úgy fejbe vágnak az ásóval, hogy belebogadasz. Mozgás! Ássatok, hogy én ássak el benneteket! Kapitány úr! Nem élnek, Frank. Egy nullaja van. Helyezd magad kényelembe, és nyugi. Emeld fel a jobb kezed. Esküdj meg, hogy a bíróság előtt csak az igazat, csak is az igazat vallod. Esküszöm.
Közlegény, mikor esett hadifogságba? Mikor? Nővér, Fenton közlegényt állapota alkalmassá teszi a tanúvallomásra? 3 éve. Bántalmazták a fogvatartói? Közlegény, válaszoljon a kérdése. Megvertek. Ki vagy, kik verték meg? Igen, Ucsi. Az ott csak fekete állatnak hívtuk. Lópofa. Eltörték, 8 bordámat törték össze. Fejbe rúgtak. Majdnem agyon vertek. Ezek tudják, hogy kell megkínozni egy embert. Ki adta parancsba, hogy verjék meg? A lópofa. Igen, Ucsi. Egyszerre. Vagy 30-an ütöttek bennünket. És Ike úgy. Ez a szemét dög. Lefújta a kínzásokat. És aztán újra kiadta a parancsot a kínzások folytatására. Azon a napon 3-an haltak meg. Minket meg... Nem volt joguk megkínozni. Foglyok voltunk. Egy óvatlan pillanatban, amikor az őrök nem figyeltek, sikerült kiszabadulnom ezeknek az állatoknak a karmai közül. Elbújtam egy kunyhó alatt, és csak figyeltem őket. Hosszú órákon keresztül. Nem csináltak más, csak ütötték őket. Közlegény, mit látott még? Mit láttam? A kocsit! Igen, egy teherautót láttam. Vagyok. A göcséd! Nem hallod? Edi! Nővérön biztosította a bíróságot, hogy ez az ember alkalmas a vallomástételre. A beteg alkalmas vallomástételre. Az én megítélésem szerint a beteg alkalmatlan. Tudom! Tudom, hogy mit beszélek. Ezek az emberek a bátyjával voltak? Rossz a felvétel. De azt hiszem, ők azok. Hol tartották fogva ezt a 4 embert? Egy külön barakban. Távol, messze voltak a mi barakjainktól. Az őrség nagyobbik része kint vigyázott a dzsungelben dolgozó foglyokra. Amikor átbújtam a kerítés alatt, láttam Ike Ucsit. Bombázni jöttetek! Bombázni!
A szigetet akartátok bombázni? Nem! Felderítést végeztünk! Bombázni akartatok! Nem igaz! Hazudsz! Vágd be az igazat! Felderítést végeztünk! Bombázni jöttél! Bombázni! Bombázni! Bizonyítékként átadom a küldetés másolatát, amely egyértelműen bizonyítja, hogy Edward Fenton felderítőgépet vezetett. A gépe nem hordozott bombákat. Másodpilóta Smith, a gép rádiósa O'Donnell és Rogers fényképész alkotta a gép személyzetét. Eddie! Ne félj, itt vagyok! Eddie! Én vagyok! Jimmy! Az öcséd, Eddie! Azon az estén visszamentem, hogy ne legyen egyedül. Mikor látta utoljára Eddie-t? Amikor azt hiszem, hajnalban. Igen, már emlékszem, hajnalban. Az őrség elvitték. Átbújtam a kerítés alatt, és követtem a keréknyomokat egészen a tisztásig. Futottam utánuk, és elbújtam a közelükben. És megláttam Edit, és a másik hármat. Egy pár katona volt velük, de Ike Uchi a kocsiban maradt. Alig hallottam őket, túl messze voltam. Engem majdnem elkapott egy járőr. Hallottam Eddie üvöltését a tisztásról. Megölték a testvéremet. Mocskos gyilkosok! Az úrat adom rá! Ti szemét, barbár gyilkosok! Állat! Barbár, mocskos állat! Barbárok vagytok! Barbárok! Barbárok! Eddie! Állatok! Eddie!
Kér egy sört? Igen, kösz. Jimmy Fenton meghalt. Ki végezte ki a pilótákat? Nem végeztünk ki senkit! Nekem ne hazudj! Ki adta a parancsot? Ki végeztette ki a pilótákat? Ki tette? A nevét! Az a keresztény! Milyen keresztény? Tanaka tette! Ennél jobb mesét találjunk ki. Tanaka tette! Tanaka! Tanaka rádiós tiszt volt. Igen! Jézus Isten! Legközelebb bízza ránk! Nézesse meg ezt a vágást. Nem? Tudnia valamit. Az egyik hentesének a nevét. És most boldog, kapitány. Maga sem külön, mint ők. Vadami Ikeuchi százados és Hideo Tanaka főhadnagy. Önök alaposan gyanúsíthatók az ausztrál haditörvényszék harmadik szakaszában foglaltak értelmében előre megfontolt szándékos gyilkosság elkövetésével, melyet az ausztrál légierő tisztjai ellen követtek el név szerint Rogers, Fenton, O'Donnell és Smith. Bűnösek? Ártatlan vagyok. Ártatlan vagyok. Elnök úr, átnyújtom a bizonyítékokat. A megboldogult Jimmy Fenton közlegény vallomása, fényképfelvételekkel a kivégzettek holttestéről, valamint a 4-10 személy azonosságát igazoló dögcédulákat. Százados, ki adta ki a parancsot a 4-10 kivégzésére? Nem tudok semmilyen kivégzésről. James Fenton nevű közlegény eskü alatt vallotta, látta, amint ön kihallgatja Edward Fenton első pilótát. Ha tudott. Eskü alatt vallotta, hogy követte a tiszteket szállító gépkocsit, és azzal a gépkocsival utazott ön is, a dzsungel egyik tisztásáig, ahol ön 2 nappal ezelőtt kiásta a kivégzett tisztek lefejezett holttestét. A japán tradíciók megkövetelik, hogy az ellenség tisztjeit ebben a rangban csak egyenrangú japán tisztek végezhetik ki. Kik tették?
Tanaka hadnagy felismeri ezeket a tiszteket? Igen. Mikor látta őket? Azon a reggelen, amikor Ikeuchi százados a hadbíróság épületébe vezette be őket. Ikeuchi százados? Ki volt a hadbíróság elnöke Abnon szigetén? Báró Takahashi. Ő volt a hadbíró. És két másik tiszt. Ikeuchi százados és Shimada hadnagy látta el a védő, illetve az ügyész szerepét. Báró Takahashi. Önt tanúként hallgatták meg ezen a tárgyaláson? Nem. Miből gondolta, hogy szabályos tárgyalást folytattak le? Közölték velem, engem ért a megtiszteltetés, hogy Báró Takahashi szerény személyemet jelölte ki, hogy hajtsam végre az ítéletet az ausztrál foglyokon. Megtisztelte? Miért tisztelték meg? Egy híradós tisztet. A tradíciónk szerint egy tisztet csak egy másik egyenrangú tiszt végezhet ki. Milyen bűnt követtek el az ausztrál tisztek, amiért halálra ítélték őket? Ártatlan embereket öltek meg a bombáikkal. Hogy bombázhattak ártatlan embereket, amikor a parancsok szerint felderítő repülést hajtottak végre? A japán hadbíróság jegyzőkönyve szerint ezt a bűnt követték el. Egy olyan hadbírósági jegyzőkönyvre hivatkozik, ami nem is létezett. Tiltakozom! Maga hazudik, hadnagy úr! Nem! Báró Takahashi, ő mondta. És a táborban az ítéletet csak ő hozhatta meg, senki más. Korábban már tiltakoztam azon parancs ellen, hogyha kell, fizikai erőszak alkalmazásával is, de szóra kell bírni a hadifoglyainkat. Könyörögtem. Halálra kínozták a hadifoglyokat. Ki nevetett? Komoly élelmiszerkészletünk volt, de Takahashi hagyta a foglyainkat éhen halni. A foglyok is emberek. Volt hadbíróságunk. Ott vannak a jegyzőkönyvek, nézze meg! Jegyzőkönyvek? Nincsenek jegyzőkönyvek. Takahashi elégettette. És téged is elégettett. Téged ítélnek halálra. Őrmester, vezesse ki a vádlottat. Csend legyen! Üljenek le! Leülni! Üljenek le! Csend legyen! Üljenek le! Sit down! Sit down! Kapitány úr, én elnézést kérek a történtekért. Adja csak. Nagyon szégyellem magam a tárgyalóteremben történtek miatt. Én megvédtem Takahashi tengernagyot a jogszabályok alkalmazásával. De most már tisztában vagyok vele, hogy hibát követtem el. Valóban azt hitte, hogy Takahashi ártatlan? Kérem, ne feledje, hogy kötelességem volt megvédeni. És Tanakát is kötelességem megvédeni. Igazságtalanságot követünk el, ha egy ártatlan embert ítélünk halálra a valódi bűnösök helyett. Én nem hiszek Tanaka ártatlanságot. De ő csak parancsot teljesített. Azok az emberek is azt tették, akiket kivégzett. Kapitány úr! Kérem, kövessen.
a szemét. Én akartam végezni vele. Vigyétek ki őket. Kifelé! Gyerünk, emberek! Kifelé! Hogy lehetnek ilyen fanatikusak? Képtelen vagyok megérteni. Minek jön vissza Beckett? Miért kell neki elkísérnie Simadát? Te idézted be Simadát. Azt mondta, szükséged van a tanúvallomására. Nem tudom, miért kísérje Azért Beckett. Jön, mert valaki értesítette, hogy megtaláltuk a pilótákat. De neki ez semmi köze. Elítélték őket, de Takahashi nem tud róla? Mondom, hogy nem tudom, miért jön vissza Beckett. Ezt szórakozz, Frank! Kinek dolgozol? Kinek az érdekeit képviseled? Minket azért küldtek ide, mert azok a hadifoglyok ausztrálok voltak. Engedélyezte Mr. Matsugának, hogy itt legyen Simada főhadnagy kihallgatásán. Oké? Okay? Simada eskü alatt fogja vallani, hogy lefolytatták a pilóták tárgyalását. Őszintén meg kell mondanom, Coopernek nem tetszik, hogy visszajöttél Simadával. Mit érdekel engem a te Cooperet, hogy mit tetszik neki, mi nem, Frank? Egyébként hol szedted össze azt az őrültet? Ki a főügyész? Simadának holnap után jelentkeznie kell Tokióban. Csak egy napot tudunk maradni, megértetted? Főhadnagy úr, önt azért hozták vissza Embomba, hogy tanúsítsa, hogy ezek az emberek bíróság előtt álltak. De ezt az állítását semmivel sem tudja bizonyítani. Így van? Ez nem igaz. A bíróság ítélete után végezték ki őket. Üljön le, hadnagy úr. Tehát Takahashi tengernagy elnökölt a tárgyaláson, és ön Ikeuchi századossal jelen volt. Igen. Ezek után a szabályoknak megfelelően távíron továbbították a jegyzőkönyv anyagát Tokióba. Igen. De mi lő véletlen? A hadbíróságon készült jegyzőkönyvek megsemmisültek egy bombázás alkalmával. Pontosan. És a sors fintora, hogy a Tokióba küldött jegyzőkönyvek is eltűntek a főhadiszállás irattárából. Igen. Igen? Beckett őrnagyot kérem a tanúk emelvényére. Milyen célból, kapitány? Kérdéseket szeretnék feltenni az eltűnt jegyzőkönyvvel kapcsolatban. Helyes, hozzájárulok Beckett őrnagy kihallgatásához. Ha más haszna nem is lesz ennek a tárgyalásnak, végre tiszta képet kaphatunk, hogy miért volt olyan fontos a japán hadsereg irattárának megsemmisítése a szövetségesek szempontjából. Esküdjék meg, hogy a bíróság előtt csak az igazat, csak is az igazat vallja. Esküszöm. Cooper kapitány. Őrnagy, fedi a valóságot, hogy ön a háború alatt az amerikai titkosszolgálat biztonsági tisztjeként dolgozott? Igen, fedi. Habár nem tudom, hogy miért tartozik ez az ügyhez. Az is fedi a valóságot, hogy a kapituláció óta a japán kódrendszer a szövetséges hadsereg tulajdonában van? Így a háborúban leadott titkos üzenetek megfejthetők? A japán titkos üzenetek megfejtése nem megy egyik napról a másikra. Ugyanakkor elképzelhetetlen, hogy minden üzenetet, amelyet Anbonból Tokióba küldtek, Washingtonban lehallgattak volna. Igen, de tegyük fel, hogy az Anbonból küldött üzeneteket lehallgatták az ön ausztrál szövetségesei. Ezt is elképzelhetetlennek tartja? Erre nem mondhatok határozott igent. Ön is tudja, hogy bárki lehallgathat egy rádióadást. És ha vették az adást? Az ausztrálok is megfejthetik az üzenetet? Rendelkeznek a szövetségesek a kódrendszerrel?
A szolgálati szabályzat tiltja, hogy erre a kérdésre válaszoljon. Honnan tudhatjuk meg, hogy továbbították-e a jegyzőkönyvet? Erre sem tudok válaszolni, uram. Talán annyiban segít. Uram, a jegyzőkönyvvel kapcsolatban azt az üzenetet kaptam, hogy rendelkezésünkre állnak. Tiltakozom, elnök úr! A jegyzőkönyv titkosított. Ön nem tiltakozhat, kérem, Beket őrnagy, üljön vissza a tanúk emelvényére. Tiltakozom, elnök úr, ez a jegyzőkönyv egyszerűen... Elnök úr, a vált kéri a tárgyalás felfüggesztését mindaddig, amíg nem tisztázunk, hogy milyen bizonyítékokat kér le az ügyészség. Egy órás szünetet rendelek el, addig kérem tisztázzák az álláspontjaikat. Roberts őrnagy, kérem fáradjon az irodámba. Rossz híreim vannak, uraim. A jegyzőkönyveket titkosították, nem kaphatják meg. Őrnagy. Rohadék. Sajnálom, Bob. Remélem, nem haragszol. Ugyan miért, Frank? Uram! Igen? Tessék, fáradjanak be. Mr. Matsuga. Ismételje el az uraknak, amit velem közölt. Az amerikaiak nem vehették az üzenetünket a bírósági tárgyalásról, mert nem küldtünk üzenetet. Miért nem? Nem tudom, de jól emlékszem, nem küldtünk üzenetet. Bombáztak. Tehát azt mondja, hogy a tárgyalást megtartották. De a jegyzőkönyvet nem küldték el Tokióba. Igen. Kérem, idézzék meg koronatanuként Kamura hadnagyot. A Tanaka főhadnagy elleni perben. Tehát elítélték a pilótákat. De nem küldték el a jegyzőkönyvet. Miért olyan biztos benne, hogy a jegyzőkönyvnek az anyagát nem küldték el Tokióba? Bombáztak bennünket. Olyan időben nehéz üzeneteket továbbítani. Értem. De hogy rendelkezett ön ilyen sok információval erről a tárgyalásról? Ön is részt vett? Igen. Takahashi tengernagy engem küldött el Tanaka főhadnagyért, mert neki kellett kivégezni az egyik pilótát. Nincs több kérdésem. Cooper kapitány? Hadnagy Kamura. Melyik napon tárgyalták a pilóta ügyét? Szeptember 10-én, 1944-ben. Szeptember 10-én, 1944-ben. Nem küldték el a jegyzőkönyvet, mert bombatámadás érte önöket. Igen. Bombázták a szigetet. Ez a támadás a tárgyalás napján érte önöket, vagy az azt követő napon, vagy két hét múlva? Nem tudom. Hadnagy, önöket egyáltalán nem támadták meg 1944. szeptemberében. Nem a támadás miatt nem küldték el a jegyzőkönyvet, így van? Tiltakozom, elnök úr! Elutasítom. Hadnagy, mesélj el nekünk, miképpen közölte Tanaka főhadnagy, hogy ő fogja kivégezni Edward Fenton ausztrál pilótát. Közöltem vele, hogy ítéletet hozott Takahashi tengernagy, és őt érte a megtiszteltetés, hogy kivégezheti Fentont. Tehát közölte vele, hogy ítéletet hoztak. Ugyanígy mondta el neki, mint ahogy nekem? Pontosan így mondta hadnagy. Tehát nem is volt tárgyalás. Ezért nem továbbították a jegyzőkönyvet. Tiltakozom! Nem tartották meg! Befolyásolják a tanút! Cooper kapitány! Igazam van. Elnök úr! Cooper kapitány! Miért nem mondja meg nekem, nem tartottak tárgyalást? Kérem, ne apeláljon a tanú érzelmeire, üljön le! Nem, uram, először hallani akarom a választ. Miért nem mondta meg Tanakának, hogy nem tartottak tárgyalást? Mert féltem. Maga félt? Igen, féltem. Mert engem is. Én is.
hadbíróság elé kerülök. Mert nem teljesítettem a tengernagy parancsát. Értem. Igen, megértem. Én jól ismerem Tanakát. Megtagadta volna a kivégzés végrehajtását, ha elmondom neki, hogy nem volt tárgyalás. Tanaka hadnagy nem akarta megnézni a tárgyalásról szóló jegyzőkönyvet? Nem. Nem. Mesélj el, mi történt szeptember 10-én. Takahashi tengernagynál voltam. Reggel 9 órakor. Akkor adta ki a parancsot Ikeuchi századosnak, hogy vigye el a 4 pilótát a kivégző helyre. 10:30 mind a 4 fogoly halott volt. Nekem vissza kellett mennem Takahashi úrházához. Jelentenem kellett, hogy kivégeztük a foglyokat. Kamura hadnagy 1942. februárjában már Ambonban állomásozott? Igen. Takahashi tengernagy adta ki a parancsot a 315 Astra hadifogoly kivégzésére a Lahai repülőtér közelében? Ő volt a parancsnok. Igen. Nem gondolja, hogy Ikeuchi százados nem kapott parancsot? Ő döntött úgy, hogy kivégzi a pilótákat. És ő választhatta ki magát? Nem. Nem tűnt fel magának, hogy a kivégzésen csak Ikeuchi százados volt jelen? Mondtam, uram. Azt tettem, amiről azt hittem, jogom van megtenni. Mert azt kaptam parancsba. A kivégzésre nem kellett volna írásos parancsot kiadni? Háború volt. A szóbeli parancs is parancs. De ön volt a rádiós tiszt. Nem volt gyanús, hogy erről a tárgyalásról nem továbbítottak jegyzőkönyvet? Ön megkérdőjelezte Takahashi parancsait. Mit tehettem volna? Most is vannak kérdéseim, de nem fognak válaszolni rá. Mert nem akarnak. Segíthetek valamiben? Csak nem barátkozni akar, közlegény. Örmester? Esti mesét akar mondani ezeknek a majmoknak? Én szólítottam meg a közlegényt. De fogd be a szád! Megbocsát neki? Nem szégyeli magát? Könnyen fele. Szuperkapitány! Szép estén van. Igen, szép este. Könnyű szellőt kapunk a tenger felől, és a levegő sem olyan páras. Nézze, valamit meg kell érteni. Baró Takahashit a napokban nevezték ki a távol-keleti program egyik végrehajtójának Tokióban. Rossz fényt vetne ránk, ha felfújnánk az itt történteket. Mit? Hogy megölt pár száz honfitársamat? Úgy látom, még most sem értik Cooper. Világpolitika. Azt hiszi, hogy nem értem meg magát. Azt hiszi, a mieinket nem gyilkolták halomra.
Én nem azt mondtam, hogy ez a szemét ártatlan. Csak annyit kérek magától, értse meg, sokkal fontosabb dolgok történnek a világon. A jövőnkről, valamennyiünk jövőjéről döntenek ezekben a napokban. Én világ életemben köptem a bárókra, meg a császárokra. És ön nagyon téved. A jövőnkről sohasem döntöttek a politikusok. Az emberek mindig maguk döntenek saját sorsukról. Mondja, maga valóban nem érti? Felhasználjuk az olyan embereket, mint Takahashi, mert ez az érdekünk. Takahashi nem fog kiszolgálni bennünket. Mi szolgáljuk ki őt. És ezekben a napokban nem a jövőnkről döntenek. Maguk csak szeretnék meghatározni, hogy milyen legyen a világ. Nincs a világon olyan törvény, amely elfogadná a parancsra végrehajtott bűncselekményt. Ez elvetendő. A vádlott meggyilkolta, illetve brutálisan kivégezte Edward Fenton főhadnagyot. Egy cselekedetét a vádlott beismerte. Tudta-e a vádlott, hogy bűncselekményt követel? És valóban parancsra követte el? A vádlottat szándékosan félrevezették parancsnokai. Feljebb valóját a bűncselekmény elkövetése után bizonyítékok hiányában ez a bíróság felmentette. Időközben bizonyítást nyert, hogy Takahashi tengernagy hazudott ennek a bíróságnak. Utasítást adott 4 ausztrál pilóta kivégzésére, majd megsemmisítette a bizonyítékokat. Ezeket a tényeket figyelembe kell vennünk, amikor ítéletet mondunk alárendeltjeiről. Kétlem, hogy a tisztek vagy tiszthelyettesek bármilyen formában meghatározói lehetnének egy háború kimenetelének, vagy befolyást gyakorolhatnának az azt követő politikára. Tanaka hadnagy korábban megkérdőjelezte feljebb valójának több parancsát. Ez esetben nem tette. Az ártatlan hadifoglyok kivégzésére szóló parancs a vádlott számára megtiszteltetés volt a japán tradíciók értelmében. Azt hiszem, az mindenki számára világos, hogy a tényekkel bizonyított bírósági ítéleteket Japánban, de Ausztráliában is mindenki köteles elfogadni. Még a jelenlegi háborús időkben is. De figyelembe kell venni, hogy a hatalom és a kiváltság áldozatnak mutatja fel mindazokat, akik egyikkel sem rendelkeznek. Milyen választási lehetősége volt annak a hadnagynak? Mit tehetett volna? Arakacsi! Az időkerekét nem állíthatjuk meg, de ha a távol-kelet és a csendes-óceáni szigetvilág békéje érdekében
lábbal tiporjuk saját törvényeinket. Az a fájdalom, az a gyűlölet, amit honfitársaink értelmetlen és szörnyű halála okozott, örökkön-örökké velünk marad. Ha a vádlottat bűnösnek találják, kérem a legenyhébb büntetés kiszabását. Búcsúzni jöttem. Elrepül? Ma este. Kösz a segítséget. És bocsásson meg Jimmy miatt. Milyen ítéletet hoznak? Nem tudom. Sok szerencsét. Lehet, hogy még Sydney-ben összefutunk. Lehet. Addig is vigyázzon magára. Maga is. A bíróság döntése előtt alaposan megfontolta a Tanaka főhadnagy mellett felhozott érveket. Különös figyelmet szenteltünk annak a lehetőségnek, hogy a vádlottat félrevezették-e feljebb valói vagy sem, amikor parancsot kapott a vádban elhangzott megbocsáthatatlan bűn elkövetésére. Bebizonyosodott, hogy a vádlott bűnös Fenton főhadnagy meggyilkolásában. Kötelességem felhívni a figyelmét, hogy egy rögtönítélő katonai hadbíróság ítélkezik ön felett, amelyet a szövetséges haderők ruháztak fel döntéshozatali joggal. Ezzel ellen ön sem emelt kifogást. Tehát a hadbíróság Tanaka főhadnagyot különös kegyetlenséggel elkövetett emberölésben mondja ki bűnösnek. A vádlottat a bíróság golyó általi halálra ítéli. Tanaka a főhadnagyot. Egy angolul tökéletesen beszélő, katolikus vallású japán katonatisztet. A sors iróniája, hogy a tiszt angolul beszél és katolikus vallású. Önként jelentkezett, pont. A bíróság halálra ítélte. Pont. Az ítéletet végrehajtják. Hajnalban. Aláírás. Törölje a sors iróniáját. Thank you.
Megkérhetem, őrmester úr, hogy a feleségemnek, Midorinak juttassa el ezt a levelet? Természetesen. Kivégző osztag! Jobbra, hát! Kivégző osztag! Fegyver, tölts! Köszönöm, atyám. Kérem, ne kösse be a szememet. Én nem félek a haláltól. Sajnálom. Ez a szabály. Végző osztag! Fegyvert, válhoz! Tölts! Célozz! Tűz! Kivégző osztag! Fegyvert! Lábhoz!
Thank you.